Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, érdeklődőket, és hisszük, hogy most is áldásos lesz az együttlétünk. Az apostolok cselekedetei első részéből a 4.-5. verset fogjuk olvasni, és arról beszélgetünk. Készítsétek elő a Bibliát, és közösen gondolkozzunk az igén. Ha kéznél van a Biblia, akkor nyissuk ki az apostolok cselekedetei első részét, és ebből a 4.-5. verszakot olvassuk. Én most a régi Károli fordításból olvasom. És velük összejövén, meghagyánékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, amelyet úgymond hallottatok tőlem. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Ezeket a szavakat Jézus a mennybe menetele előtt mondta. Ez egy vigasztaló, bátorító szó volt, hogy nem maradnak magukra a tanítványok, bár fizikai, testi módon, fizikai testben nem lesz jelen, de a Szentlélek által velük lesz. És az Atya ígérete a Szentlélek, aki velünk marad, és összehasonlítja itt, hogy János a vízzel keresztelt. Mint tudjuk is, hogy eredetileg Jézus János keresztelte meg, vagyis a Jordán folyóba ment Jézus is, és János őt belemerítette a Jordán vizébe. Az alámerülés a halált jelentette, a feljövetel pedig az életet, a feltámadást. És hogy a mi életünkben is a keresség, a bemerítés, ez jelenti a halált és az életet. Tehát egy új élet kezdődik el, nem a víztől, hanem az Úrtól, a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztustól, akinek elfogadjuk a megváltását, és a gyermekeivé leszünk. A Szentlélekbe való bemerítés is, hát egy nagyon nagy jelentőségű dolog volt a tanítványok életében. Ezek már hívő tanítványok voltak, ugye? Igen. Nem frissen megtértek. Nem akkor tértek meg, amikor hát most Jézus beszél nekik, hanem ezek már hívők voltak. 3 évig Jézussal. És jelzik. Ezek a hívőknek szükségük volt arra, hogy belemerítessenek a Szentlélekbe. Sőt, még ugye azt is elmondhatjuk róluk, hogy a feltámadott Jézus Krisztussal 40 napig sokszor együtt voltak, többször megjelent nekik Jézus, és volt, amikor rájuk lehelt, hogy vegyenek Szent Lelket, amikor kiküldte őket. És mégis szükségük volt arra, hogy eljöjjön a pünkösd az életükbe. Itt, ha az elejéről kezdjük, mert ezt az első részt azért kicsit, ha áttekintjük, akkor azt mondhatnánk, hogy a mennybe menetelkor és a pünkösd előtt, hiszen ezek az apostolok, most mind a 11-en ott voltak, ugye Júdás hiányzott, aki ugye elárulta Jézust, és méltó büntetését már elvégezte, ugye a meghalt, öngyilkos lett, de hogy 11-en mindnyájan ott voltak, és ezeket írja meg az apostolok cselekedeteiben, egy Teofilus nevű egyénnek
a... Tehát Lukács doktor úr ugye nagyon alaposan utána járt, és Teofilus nem tudjuk igazán, hogy kicsoda volt, biztos, hogy egy nagyon közismert ember volt, akit érdekelt a Krisztus evangéliuma. Igen, és itt a harmadik versben olvassuk, amit tulajdonképpen már mondtál is, az apostolok, akiket magának választott Jézus, ezt a kifejezést használja Lukács, kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén és szólván az Isten országára tartozó dolgokat. Ez egy csodálatos időszak lehetett a tanítványok életében, mert nagyon várták, hogy megjelenjen Jézus, ma is itt volt, most is megmutatta az Isten országára tartozó dolgokat, és a rengeteg csodát és jelt, amire nekik nagyon nagy szükségük volt, hogy élő hitük legyen, és hogy valóban a Krisztusban, a feltámadott Krisztusban való hitük megerősödjön. Vagyis ezek a jelek azt igazolták, hogy él. Hogy igen, él, szó szerint megöltek, ez van, hogy ő kereszt, él. Keresztfára szegeztek, hogy az él. Meghalt, valóságosan meghalt, de él. Igen, tehát, hogy az élő, feltámadott Krisztusba való hitünk milyen is nekünk. Az apostolok nagyon megerősödtek a feltámadott Jézusban való hitben, és ez azért fontos, mert nem a múltból éltek, hogy amikor Jézus testben közöttünk volt, akkor ezt meg azt tette, arra is emlékeztek, de a feltámadott hatalmas erejét látva, és az ő valóságos mennyei jelenlétében bizonyosak voltak. Mégpedig az is megbizonyította őket, hogy ugye azt mondta az Úr, hogy várjátok be az Atya ígéretét, és ugye fölmentek a hegyre, és ugye itt az olajfák hegyéről van szó, ami nagyon közel volt egy szombatnapi járásra Jeruzsálemtől, és látták, ahogyan az Úr fölvitetett, és meghagyja nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, mégpedig azt, hogy a Szentlélek eljöjjön rájuk, hogy az Úr tanúi legyenek, és hogy megerősödhessenek a Szentlélek által. Tulajdonképpen Jézus mennybe menetelekor is abban erősítette meg őket, hogy neki, ők is csodálatos módon tanúbizonyságai lesznek a mennyei dolgoknak, magának a feltámadott Jézus Krisztusnak, és ehhez erőt kapnak a Szentlélek által. Vesztek erőt, és lesztek nékem tanúim. Óriási ígéret, és... És ugye még itt hagyj jegyezzem meg az ígérettel kapcsolatban, hogy Jézus szájából hallották a missziónak a kiszélesedését. Jézus csak Isten házához, Izrael népéhez jött. De maga a feltámadott Jézus jelentette ki ezt, hogy kiszélesíti a missziót Judeába, és azon kívül nem csak Izrael határain, és hogy még ennek ellenére is, hogy a feltámadott Jézus mondta, nem olyan könnyű volt nekik egy pogány ember házába bemenni. Igen, ugye szó szerint ezt mondja Jézus, hogy tanúim lesztek Jeruzsálembe, Júdeába, egész Júdeába, Samariába, és a föld mind végső határáig. Ez pedig beteljesedett, mert mi, akik 2000 év után élünk itt a földön, valóban Jézust követve rengeteg országba hirdettetett földrészen, minden földrészen az evangélium. És
a szemük láttára, amíg ezeket mondta, olvasok itt a 9. versben, felemeltették, és felhő fogá el az ő szemeik előtt. Vagyis, hogy mind a 11-en tanúbizonyságai annak, hogy Jézus mennybe ment, és mindazok, akik ott voltak. Ami engem meglepett itt az igét olvasva, az a 10. vers, hogy két angyal állt meg mellettük, és a Jób könyvében nagyon szeretem ezt a kifejezést, hogy ada az Úr magyarázó angyalt némelyeknek, némelyekkor. És hogy ez a két angyal megmagyarázta nekik az eljövendőt, mégpedig abban azt mondta, hogy mit állotok ott nézve a mennybe. Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aképpen jön el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Vagyis két dolgot azonnal útba igazítja őket, az egyik, hogy most már ne itt álljatok és nézzetek fölfele, mert az Úr felment a mennybe, ő már nem lesz látható, nem fog megjelenni, mint eddig 40 napon keresztül, de azt tudjátok, hogy visszajön. És itt arról beszél a két angyal, hogy aképpen fog visszajönni, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe. Ez egy csodálatos megerősítés volt, és nem hagytak kételyt afelől, hogy az Úr nem hagyja az ő népét. Árvákul is el fog jönni, vissza fog jönni. Ez nagyon komoly dolog, hiszen a feltámadásba való hit, a mennybe menetel bizonyossága és a Szentlélekkel való betöltetéshez hozzátartozik, hogy visszavárjuk az Úr Jézust, ahogy elment, úgy fog visszajönni. És az apostolok szót fogadtak, elfogadták az útmutatást, és visszatértek Jeruzsálembe, és ott béreltek egy szálláshelyet, ezt olvassuk az ígében, a felső ház, vagy felháznak is szokták hívni, attól függ, hogy melyik fordításba olvassuk, és mind a 11 apostol együtt volt, és a fő feladatuk volt az imádkozás, a könyörgés, és itt azt olvassuk, hogy 120-an is voltak együtt, hát ez egy nagy felház lehetett, ugye jártunk ott Jeruzsálembe, és a felházat is úgy mutatták, hogy talán az lehetett. Mindenki, aki ott volt, az imádkozott is, könyörgött, és a szívükbe ott volt az Isten félelem, akik még ott voltak velük, az Mária, Jézus anyja, és az ő atya fiai, vagyis a rokonság. Jézusnak volt családja, testvérei, mindnyájan ott voltak és imádkoztak. Ez egy olyan nagy vágy az én szívembe is, hogy én és az én egész házam népe, közeli és távoli rokonaim szeressék és imádják a megváltó Jézus Krisztust. És az még itt új dolog, a hagyományos dolgokkal kapcsolatban, hogy ugye sokszor látjuk, hogy férfi vallás volt, mert igen, elsősorban a férfiak imádkoztak, igen, és hogy a nők úgy egy kicsit távolabb voltak, itt együtt vannak. Ez az, amit Pál is mondott, hogy nincs különbség férfi és nő között, görög és egyéb emberek között, szolgák között. És ez nem csak egy kis imádkozás volt, mert kiemeli az ige, hogy imádkozásba és a könyörgésbe. A könyörgés az egy hosszantartó esedezés Isten előtt, nyilván a megtérendőkért a mentő szeretet és nagyon sok minden volt, amiért könyörögtek. És ez az egység megvolt az imádkozásban, nem azért voltak együtt, hogy jót beszélgessenek, hogy az emlékeket előhozzák,
hanem hogy imádkozzanak, ott volt a szívükben az Isten félelem. Hiszen... Igen, és az imádkozásnak óriási ereje van. Itt most a Mózes jutott eszembe, hogy amikor a Izrael népe a vándorlása során ellenséggel kellett megütköznie, hogy Mózes imádkozott, és ketten tartották a kezét, és hogy a győzelemben ennek jelentősége volt, és hogy gondolom, hogy Mózes se olyan kis nagymeleg imákat mondott, hanem küzdött a teljes szívével, Isten erejében küzdött, hogy a népe győzzön, hogy a seregek ura a győzelme valóra váljon. És ez nem csak egy kis imádkozás volt, mert kiemeli az ige, hogy imádkozásba és a könyörgésbe. A könyörgés az egy hosszantartó esedezés Isten előtt, nyilván a megtérendőkért a mentő szeretet és nagyon sok minden volt, amiért könyörögtek, és ez az egység megvolt az imádkozásban, nem azért voltak együtt, hogy jót beszélgessenek, hogy az emlékeket előhozzák, hanem hogy imádkozzanak, ott volt a szívükben az Isten félelem. Hiszen... Igen, és az imádkozásnak óriási ereje van. Itt most a Mózes jutott eszembe, hogy amikor a Izrael népe a vándorlása során ellenséggel kellett megütköznie, hogy Mózes imádkozott, és ketten tartották a kezét, és hogy a győzelemben ennek jelentősége volt, és hogy gondolom, hogy Mózes se olyan kis nagymeleg imákat mondott, hanem küzdött a teljes szívével, Isten erejében küzdött, hogy a népe győzzön, hogy a seregek ura a győzelme valóra váljon. Igen, 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 igen. És mennyire szükségük volt a Szentlélekre, azt itt az első résznek a 15. versétől, ha követjük és nyitva van a Bibliánk, akkor megláthatjuk, és ez egy olyan gondolat, ami sokunkat megépíthet, figyelmeztethet. Ugye együtt voltak a tanítványok, hiányzott a 12., meg voltak arról győződve, hogy akik az Úr Jézussal együtt jártak, azt olvassuk, hogy a János keresztségétől kezdve a 22. versben, mind a napig, melyen fölvitetik tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonysága legyen velünk egyetembe. Tehát a feltámadás bizonysága volt az összes 11 tanítvány, és azok, akik ott voltak a mennybe menetelkor, és mégis úgy érezték az apostolok, hogy kell egy 12-et választani. És én itt azért azt írtam, hogy ezen gondolkoztam, hogy az ötletelés az írásra hivatkozva történt, ez nem a Szentlélek vezetése volt, én legalábbis úgy gondolom, mert azt javasolta Péter, aki felkelt a tanítványok között, az ott lévő 120 ember is hallotta, amit ő mondott, hogy kell egyet választanunk. De nem azt mondta Péter, hogy imádkozunk érte, és majd az Úr ki fogja jelenteni, hogy ki legyen, hanem ők két embert állítottak elő a 23. versben, állatának azért elő kettőt, Józsefet, kit hivattatik Barsabásnak, kinek mellékneve Justus, és Mátyást. És imádkozva mondának, te Uram, ki mindeneknek szívét ismered, mutasd meg a kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál. És most figyeljünk a 26. verse. Sorsot vetének azért,
reájuk, és esik a sors Mátyásra, és a 11 apostol közé számláltatik. Én itt, ebben a részben érzem azt, hogy még nem jött el a pünköst, és ők úgy imádkoztak, hogy Uram, itt van kettő, ide állítjuk eléd. Ugyanis ezek a 70 tanítvány közé tartozhattak, és azok közül, akik látták Jézust kezdettől fogva, az lehetett csak tanítvány. Igen. Látták, és tanúbizonyságai voltak mindezeknek, de hogy teljesen megdöbbentett az, hogy hát akkor kettő közül válasszunk, és sorsot húztak. Szóval, hogy itt a, lehet, hogy ez nem igazán jó kifejezés, de a szezont a fazonnal összekeverték, a kocsicint a tejszínnel, hiszen itt nem sorsvetésről van szó. Én meg vagyok győződve Isten igéjét ismerve, hogy Jézus Saulust, Pál apostolt rendelte a 12. apostolnak, akiről azt olvassuk, hogy többet munkálkodott, mint az összes apostol, és akit Isten elhívott, és azt mondta, hogy majd megmutatom néki, hogy mennyit kell az én nevemért szenvedni. Kijelentette magát Pálnak, és ugye Saulusnak, akiből Pál apostol lett. Nagyon sokszor nem tudjuk megvárni azt, akit az Úr rendel, hanem annyira sürgős a dolog nekünk, vagy úgy érezzük, hogy annyira fontos, hogy akkor sorsoljuk ki, akkor válasszunk kettő közül, de az Úr teljesen másképpen rendelkezett, és nem mintha ez nagy bűn lett volna, mert nem az volt, csak a személyes vezetés nem egészen tökéletes itt, úgy látom. Ószövetségi volt ez a módszer, mert a papok vetettek. Az Urimmal, meg a Tumimmal, ugye sorsoltak. De őnek, ők erre nem voltak feljogosítva. Igen, hát ők ugye azért mégse Áron fiai voltak, csak Jézus megváltó gyermekei, amik sokkal több és nagyobb. Az elhívásuk ugye egész világ mindenségre kiterjedő volt, meg is áldotta az Úr őket, de én nagyon komolyan elgondolkoztam ezen, hogy nem kell nekünk bizonyos vallásos dogmákat követni, hanem amit Jézus meghagyott, és ha Jézus életében valami fontos volt, akkor az én életemben is fontos. Ha nem, akkor én is el tudom azt engedni. Nagyon törvényeskedőek lehettek, hogy ehhez ragaszkodtak, hogy legyen meg a 12, mert hogy Jézus 12-t hívott el. Valóban az Úr is gondoskodott róla, de az Pál apostol volt, aki még ugye pünkösd előtt meg se volt térve, mert üldözte a keresztjéneket. És ugye azt még végig gondolhatjuk, hogy az Úr jobban tudta a dolgokat. Pál alkalmasabb volt a misszióra. Vannak ugye kedves aranyos testvérek, de hogy ilyen nagyméretű szolgálatra Pál volt az alkalmasabb. Tehát az apostoli közösségnek ő volt a teológusa, mert a többiek, írástudatlan emberek együtt voltak Jézussal, de nem ismerték az írást. Pál a leghíresebb rabbinál tanult, Gamaliel rabbinál, aki szintén egy nevesebb rabbi társaságában nőtt fel. Igen, és ugye az Úrnak más volt az elhívása. Nem kettő közül választott az Úr, hanem eleve elrendelte Pál apostolnak a megtérését és kiválasztatását arra a szolgálatra, amelynek a gyümölcsei szerte a világon ott vannak. Pünkösd után azért a Szentlélek jelenléte és vezetése
nagyon jelen volt az apostolok életében is. A profétai beszéd az nem egy bizonytalan kürcengés volt, ezt mondja Péter apostol a levelében, hogy igen, biztos nálunk a profétai beszéd, a Szentlélek által való beszéd. Én ahogy kerestem a Bibliába, sehol se olvastam Mátyás apostolról, valahogy nem is maradt ránk, hogy ő milyen kegyelmi ajándékokkal szolgált a pogányok között, vagy az Isten választott népe között. Biztos, hogy megszentelt életű valaki lehetett, de ugyanakkor pedig Pál apostolnak a levelei megmaradtak, a gyülekezethez írt levelei, amiből megismerjük, hogy gyülekezetek jöttek létre Kis-Ázsiába is az ő szolgálatai nyomán. Adja meg az Úr, hogy ne programjaink legyenek, amit muszáj érzéssel gondolunk, hogy be kell töltenünk, hanem kérjük Isten szent lelkét, hogy vezessen, és addig ne intézkedjünk, vagy tegyünk dolgokat, amíg nem vagyunk bizonyosak arról, hogy az Úr mit is akar, és kit is választ. Ez egy nagyon fontos dolog. Sokszor ismerek ilyen kedves, nagyon buzgó testvéreket, akik mindig megfellebbezhetetlenül tudják, hogy mit kell tenni, és aztán hát olyan nyilvánvalóvá lesz, hogy azért nem egészen igazolódik az be a Szentlélek által. A felolvasott ige ugye ez volt, hogy ne hagyjátok el Jeruzsálemet, várjátok be az Atya ígéretét, amelyet Jézustól hallottak, az ígéretet, abban Jézus erősítette meg őket, hogy Szentlélekkel fognak megkereszteltetni. Nem sok nap múlva, a pünkös nem sok nap múlva jön el a megemlékezés, hogy az Úr kitöltötte a szent lelkét. Vajon milyen szívvel várjuk a pünkösdöt? Készítjük a szívünket könyörgéssel, imádkozással, hogy átjárjon és betöltsön a szent lélek. Nem úgy, ahogyan mi gondoljuk, hanem abban a szabadságban, ahogyan az Úr küldte a vesztek erőt, és lesztek nékem tanúim. A Szentlélekkel való betöltetés azért szükséges, hogy erőt vehessünk a tanúságra, hogy szerte hirdethessük minden embernek, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, és ő általa van a mi megigazulásunk, és feltámadott, és üdvösséget adott minden ember részére.